A decemberi tavazias időjárás után idén január 9-én több centiméteres havazással érkezett meg a tél Borsod-Zemplén megyébe, köztük Szerencsre és térségére. Sokan azonban ilyenkor nem veszik figyelembe az időjárási változásokat, és ugyanolyan módon vezetik gépjárművüket száraz időre alkalmas útviszonyok között. A hirtelen megváltozott körülményekre nem csupán az autónkat, hanem saját magunkat is fel kell készíteni, hiszen hóban, latyakban teljesen más típusú vezetési stílus és technika szükséges, mint a száraz, jól tapadó aszfalton. Hóban az egyik legfontosabb szabály az, hogy nyári gumival vagy nagyon kopott téli abroncsal hóesésben el se induljunk. Egy olyan januárt írunk, amikor téli estél van, tehát találkozhatunk a hóval. Ez itt a napjainkat alapvetően befolyásolja. Ami a legfontosabb, hogy a láthatóság az mindenféleképpen érvényesüljön. Szálljuk rá azt a többletidőt elindulás előtt, hogyha esett a hó, vagy reggel elindulunk és le van fagyva az ablak, takarítsuk le a szélvédőket, takarítsuk le a világítóeszközöket, az irányjelző búrákat, mert számítanunk kell arra, hogy egyrészt, hogyha elindultunk, akkor hogyha csak lefújjuk jégoldóval, akkor vissza fog éresedni pillanatokon belül, és balesetveszélyes helyzetet teremteni, hogy pont semmit nem fogunk látni akkor, amikor kellene látnunk. Illetve számítunk kell arra, hogy a megváltozott útviszonyok miatt nem ott fog megállni a jármű, ahol azt egyébként más útviszonyok száraz úton terveznénk. A téli időjárás elengedhetetlen feltétele a megfelelő gumiválasztás. Sokan tévesen döntenek akkor, amikor a havas időt várva keskenyebb abroncsokat szerelnek fel. Egy átlagos télen körülbelül 2 hét azoknak a napoknak a száma, amikor valóban nagy hóban kell közlekedni, nem érdemes csak ezért keskenyebb abroncsokat venni. A hazai időjárási viszonyoknál sokkal jobban számít, hogy vizes aszfalton hogyan teljesít az abroncs. Hogyha még a hó rajta van az úton, nehogy Isten vastagabb hó van, akkor akár téli, akár nyári gumival közlekedünk, mindenféleképpen arra kell számítanunk, hogy jelentősen megnő a fékút. És ha már szóba hoztam a gumiválasztást, az teljesen biztos, hogy erre a jelenleg lévő útviszonyra mindenféleképpen téli gumi az, ami ajánlatos. Nehogy Isten, aki 4 évszakos gumival jár, akkor 4 évszakos gumival is el lehet közlekedni, de a nyári gumit semmiféleképpen nem ajánljuk. Egyrészt az összetétele, azt már többször elmondtuk, hogy a plusz 7 fok alatt felkeményedik a nyári gumi és elveszi a tapadását. Tehát egyrészt emiatt nem jó az, hogyha télen nyári gumival közlekedünk. Másrészt, ami nagyon fontos, hogy a téli gumiknak van teljesen más a mintázata, teljesen más az elvezető, vízevezető képessége. Sokkal jobban fog kapaszkodni a havon a téli gumi, a téli mintázatú gumi, és nyilván lesz olyan tapadása, hogy meg fogunk tudni állni sokkal könnyebben, mintha nyári gumival közlekednénk. Extrém időjárási körülmények között különösen fontos a látni és látszani elv használata, amely azt hivatott tudatni a közlekedésben résztvevőkkel, hogy legyünk figyelemmel a gyalogosokra, valamint kerékpárral közlekedő embertársainkra egyaránt. Ugye a gyalogosokra is vonatkozik az, amit a járművezetőkre vonatkoztatunk, és szeretnénk is kérni a gyalogosokat, hogy azt kalkulálják bele, hogy mielőtt lelépnek az úttestre, hogy nem ott fog megállni az autó, mint egy száraz úttesten, tehát sokkal hosszabb a fékút, tehát nyilván nagyobb veszélynek vannak kitéve, hogyha ugyanúgy közlekednek, mint nyáron. Ezt a gyalogosoknak is be kell kalkulálni. Ugye a gyalogosokra egyéb veszélyek is leselkednek, mert számos helyen nem kerül át a takarításra a hó, ugye ez minden akinek a saját portája, saját telke előtt kötelessége lenne. Hogyha valaki ezt elmulasztja, lejegesedik, akkor ők is azzal szembesülhetnek, hogy egy-egy lépcső vagy egy-egy járda nincsen eltakarítva, lejegesedik. A Szerencsi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya ezúton is arra kéri a közlekedőket, hogy az időjárási viszonyoknak megfelelően fokozott figyelemmel és körültekintően közlekedjenek.